Oltás, mindegyik vakcina működik az országos tiszti főorvos szerint. Elismerés, külön díjat kapott a Benedekelek óvoda 7 szín virág tagovodája. Jó kezdés, 2-1-re győzött a Paksi FC a DVTK ellen. A Telepaks híradóját látják, köszöntöm Önöket. Mindegyik vakcina működik, ezt az országos tiszti főorvos közölte az Operatív Törzs online tájékoztatóján. Müller Cecília szerint bőrpír, hőemelkedés, egy-két napos láz, levertség, izomfájdalom jelentkezhet a második oltás után, de ezektől nem kell megijedni, ezek a szervezet természetes reakciói az oltásra, amelyek az oltóanyag hatásosságát mutatják. 459 új fertőzött és 89 elhunyt beteg a legfrissebb kedreggeli koronavírus adatok. 3815 beteget ápolnak kórházban, közülük 263-an vannak lélegeztetőgépen. Zajlanak a védőoltásoknak a beadásai. Az országos tiszti főorvos szerint mindegyik vakcina működik. Müller Cecília az Operatív Törzs online tájékoztatóján azt mondta, kisebb bőrpír, hőemelkedés, egy-két napos láz, levertség, izomfájdalom jelentkezhet a második oltás után, de ezektől szerinte nem kell megijedni. Nem kell tőle megijedni, nem kell tőle félni. Gyakorlatilag az oltóanyagnak a hatásosságát mutatja, reagál a szervezet az oltóanyagnak a beadására. Az átoltottság fontosságára hívja fel a figyelmet ebben a videóban a Semmelweis Egyetem rektora. Szerinte ez a legfontosabb ahhoz, hogy a járványt meg lehessen állítani. Van egy természetes átfertőzöttség, amelynek a aránya nagyjából becsülhető. Én kb. 25%-ra becsülöm. És ehhez jön hozzá az átoltott populáció nagysága. Ez a kettő együttesen eléri a 60-70%-ot, akkor a járvány magától megáll. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy azok a személyek, akik nem oltják be magukat, bárhol tartózkodva védettek lennének, de a közösség, mint egy nyáj, az adott területen védeni fogja a megbetegedéstől. A védőoltás ingyenes és önkéntes, eddig már több mint 1,7 millióan regisztráltak a vakcinainfo.gov.hu honlapon. Megállni tilos az útpatkán is, napi szinten több autós is figyelmen kívül hagyja a Tolnai úton érvényben lévő szabályt, a rendőrség szerint. A konzervgyári busz megálló előtt található gyalogátkelőnél ugyanis sokan leparkolnak autóikkal a patkára. A Paksi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője szerint ez balesetveszélyes. Herman Gábor arra kéri a sofőröket, hogy legyenek figyelmesek, és ne álljanak meg a tilosban. Stábunk ma is talált rossz helyen parkoló autót. Ez szabálysértésnek minősül, hogy mennyi lehet ebben az esetben a bírság, azt elmondjuk a szerdai híradóban. Magyarország több mint 860 programmal csatlakozott az idei európai hulladékcsökkentési héthez. Nemzetközi viszonylatban ezzel hazánk az 5. helyen végzett. A legkiemelkedőbb pályázatokat dr. Boros Anita államtitkár jelentette be az esemény közösségi oldalán. A nyertesek között kiemelte a Paksi Benedekelek óvoda 7 szín virág tagovodáját, amely külön díjban részesült. Engedjék meg, hogy ebben a pozícióban az utolsó eredményhirdetéssel résztvevőként magam is felajánljak egy ajándékcsomagot a legkisebbeket megszólító legjobb akciószervezőnek, a Paksi Benedek Elek óvoda 7 színvirág tag óvodájának. Az intézmény a gyermekeken keresztül szemléletformáló akciók segítségével igyekszik megismertetni a családokkal a hulladékcsökkentés fontosságát. Dr. Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az Európai Hulladékcsökkentési Hét Magyarországi pályázatának online eredményhirdetésén emelte ki a Paksi óvodát. A pályázati munkaközösséget Török Vivien óvónő vezette. A Technológiai és Innovációs Minisztérium felhívására az Európai Hulladékcsökkentési Hétre készítettünk egy pályázatot, amelynek az volt a címe, hogy gyermekeinkkel egy élhetőbb jövőért. A pályázatban a hulladékcsökkentés fontosságára kívántuk felhívni a gyermekek és a szülők figyelmét. A hulladékcsökkentés fontosságára tartós vászontáskák készítésével hívták fel a figyelmet, ezzel szeretnék elérni, hogy a vásárlások során ezeket használják a műanyag zacskók helyett. Az újrahasználat során egy olyan akciót szerveztünk, melynek az volt a címe, hogy ne dobd ki, ajándékozd el.
használt gyermekruhákat és gyermekjátékokat gyűjtöttünk, melyet a Paksi Kistérségi Szociális Központ munkatársain továbbították a rászoruló gyermekek számára. Az újrahasznosítás projektben teljes dobozokból készítettek madáretetőt a gyerekekkel. Az egyhetes programban közel 100 óvodás és 200 szülő vett részt, és az óvoda munkatársai közreműködtek benne. Az államtitkár videóban emlegetett ajándékcsomagjában fajátékokat találtak az óvisok, és oklevéllel is elismerték a pályázók munkáját. Hophalász Károly paksi Munkácsi díjas képzőművész január 28-án lenne 75 éves, az évforduló és a Magyar Kultúra napja alkalmából online tárlatvezetéssel készült a Csengei Dénes Kulturális Központ. A kis kiállító teremben ifjabb Ficek Ferenc paksi kötődésű képzőművész vezeti körbe az érdeklődőket. Ifjabb Ficek Ferenc édesapját gyermekkori barátság fűzte Hophalász Károlyhoz. A pécsi műhely alapító tagjai voltak mindketten. Az online tárlatvezetés a Kulturális Központ Facebook oldalán tekinthető meg. Játszótérfejlesztés, térfigyelő kamerarendszer építés és új lakóövezet kialakítása, többek között ezek a beruházások valósultak meg Gerjenben a 2020-as évben. A község új arculatot alakított ki tavaly, baba csomaggal kedveskedett az újszülötteknek, és elkezdték az új óvoda és bölcsöde építését. Sikeres és produktív volt a 2020-as év Gerjen község életében Romhányi Károly polgármester szerint. A pandémiás helyzet ellenére sok programot szerveztek és bonyolítottak le, valamint számos beruházás is megvalósult tavaly. Az egyik leginkább közérdeklődésre számot tartott projektünk az volt, hogy végre el tudtuk kezdeni a Gerjeni óvodának, illetve a bölcsödének a kivitelezési munkálatait itt a 2020-as esztendőnek a végén. Ez történelmi lépték azt gondolom egy kis település életében, hiszen nem csak arról szól, hogy egy új épületet fogunk tudni átadni, és egy új nevelési intézményt tudunk gyakorlatilag egy új épületben elhelyezni, illetve a régi óvodai funkciónkat áthelyezni egy új épületben, hogy teljesen új ellátást is tudunk a településen biztosítani. Az óvoda és a bölcsőde építése mellett rendszám felismerésre is képes térfigyelő kamerarendszert alakítottak ki a településen. Erre a Jövünk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályázatán nyert forrást a község. Szintén tavaly kapott támogatást Gerjen ennek az 53 terekből álló családi házas lakóövezet teljes közművesítésére. A Magyar Falu program keretein belül el tudtunk nyerni egy olyan traktort, ami gyakorlatilag a települési életét, illetve az önkormányzatnak a munkavégzését fogja megkönnyíteni, és hát ennek következtében azért számtalan olyan saját magunk által elvégzett munkát is el tudunk majd látni, amit eddig mondjuk adott esetben különböző bérmunkákkal kellett, hogy ellássunk, úgyhogy ennek is nagyon örültünk, illetve tavaly évben nyertünk el egy támogatást, ami szintén az idei évre ad majd nekünk feladatot, az önkormányzat épületét fogjuk tudni felújítani a 2021 esztendőben. Nem csak a beruházások tekintetében zajlott eseménydúson a 2020-as esztendő, tavaly mutatta be Gerjen új arculatát. Nagyon sokat dolgoztunk, és az Otthonod Jövője Gerjen szlogent is ugye alapvetően elkezdtük mi használni. Ehhez nyilván logókat és különböző elemeket, arculati elemeket tudtunk kialakítani, és hát ugye ezt elkezdtük már a tavalyi évben használni. Ennek kifejezetten örültem. Baba csomagot tudtunk a településen ugye minden újszülöttnek eljuttatni. Az elmúlt évben megújult a gerjeni újság és a település honlapja, valamint új csatornákat kerestek a lakosokkal való kommunikációra. Romhányi Károly polgármester azt mondta, hogy látva a feladatokat, még több lesz a tennivaló a 2021-es esztendőben. Kettő egyre győzött a Paksi FC OTP Bankligában szereplő labdarúgó csapat a hazai pályán a DVTK ellen. A zöldfehérek jól kezdték tehát a 20-21-es szezon tavaszi fordulóit, a gárda 17 játéknapot követően 24 ponttal a tabella negyedik helyén áll. A kiesés előmenekülő utolsó helyen álló Diós Győr labdarúgó csapata látogatott a középmezőnyben található Paksi FC otthonába az OTP Bankliga 17. fordulójában. A vendég a hétközben nagy meglepetése legyőzte a Grupama arénában a Ferencvárost, így kellő önbizalommal léphettek pályára a Fehérvári úti stadionban. A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, Bognár távoli lövései jelentettek veszélyt a DVTK kapujára, a vendégtámadásokat pedig időben állították meg a PFC játékosai.
A 32. percben Pap Kristóf góljával megszerezte a vezetést a zöld-fehér gárda, majd a 44. minútumban Grozav öngólja után már 2-0-át mutatott az eredményjelző tábla, a félidő állása is ennyi volt. A térfél csere után az 56. percben a csereként beálló Nagy Richard lőtt ígéretes helyzetben mellé, majd a 70. percben Rácz kapus ütötte el a 16-oson belül Drazsicsot, a jogos büntetőt Ivanovszki értékesítette. A hajrában az egyre jobban kinyíló vendégek ellen több kontrát is vezethetett a házigazda, de a meccsen újabb gól már nem esett, így a végeredmény Paksi FC DVTK 2-1. Bognár György alakulata 17 játéknapot követően 24 ponttal a tabella 4. helyén áll. Mondanom se kell, hogy milyen nehéz évem volt, de úgy érzem, ezzel nem vagyok egyedül a világban. Nagyon örülök, hogy így sikerült visszatérnem, nagyon sok embernek tartozok köszönettel. Sokan dolgoztak ezen a nehéz időszakon velem együtt. Végén elég elfogytam sajnos, de ez jönni fog idővel. Örülök, hogy megkaptam a bizalmat így első mérkőzésen. A játék azért még nyugvenyelős volt, de sikerült behozni, ez a legfontosabb. A Paksi FC a következő fordulóban Zalaegerszegen vendégszerepel. A mérkőzést január 31-én vasárnap 14 óra 10 perckor rendezik, amit az M4 Sport Plus televízió élőben közvetít. Az összecsapást a Telepaks csatornáján másnap 17 óra 30-tól felvételről közvetítjük. Kedden este megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, késő estétől szorványosan havazás is előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4-1 fok között alakul. Szerdán napközben változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel. Csapadék nem valószínű, az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további jó tévézést kívánok, viszontlátásra!